Lezajlott Ed Sheeran plágium perében az első tárgyalás, amelyen már az énekes is megjelent. A bíróságon védi az igazát Ed Sheeran, akiről még 2017-ben állította két dalszerző Sammy Cochri és Ross O'Donoghue azt, hogy tőlük lopta legnagyobb slágere, a Shape of You alapját. Perről akkor még nem volt szó, Sheeran azonban a következő évben már a bírósághoz fordult hitelrontás miatt, mire Cochri és O'Donoghue visszaperelték plágium vádjával. A Shape of You 2017-ben a legtöbbet eladott dal volt Nagy-Britanniában, miközben a Spotify-on is rekordot döntött, a klipje pedig már 5,6 milliárd megtekintésnél jár a YouTube-on. Nem csoda, hogy a per tétje is óriási, a bíróság már 2020-ban kimondta, hogy 3 millió fontos, 1,4 milliárd forintos kártérítésről kell majd döntenie, a lényegi tárgyalás azonban csak most kezdődött meg.